Szép napot kívánok! Melyikünkkel ne fordult volna elő, egy szép hajnali cserkelés után fegyverünket visszahelyezzük a fegyvertáskába, majd egy néhány óra után elővesszük, és rozsdafoltok jelennek meg a külsején. És akkor még nem beszéltünk a fegyver belsejéről, konkrétan a csövéről, ahol adott esetben egy lövést után még lőpormaradványok is lehetnek, amelyek kapcsolatba lépve a levegő nedvességével nagyon gyors rozsdásodást indíthatnak el. Hogyan tudjuk ezt megakadályozni, és hogyan tudjuk a csövünk élettartamát nagy mértékben növelni? Erre keressük most a megoldást. Kecskés Róbert vagyok a Cigner Gyak Kft-től, és amit szeretnék nektek bemutatni, ez a csőkigyóval való tisztítás, ami egy nagyon-nagyon gyors és nagyon hatékony módja a fegyvertisztításnak. Nyilván ez a tisztítási mód nem orvosság mindenre, például egy lőtéri gyakorlás után, ahol nagyon-nagyon sokat lövünk, ahhoz nem elég intenzív. Viszont ahhoz elegendő, hogy a visszamaradt égéstermékeket, főleg egy ilyen párás reggel után, nagyon gyorsan el tudjuk távolítani a fegyver csövéből, ezzel megakadályozzuk azt, hogy ott rozsdásodás induljon el. Hogy is néz ki ez a csőkígyó? Igazából négy részre tagolódik, ez most egy 7.62-es kaliberű az én saját fegyveremhez való Hubs 9-es típus. Az első rész, az a bevezető szakasz, ezt helyezzük be a fegyver csövébe, szigorúan a töltényűr felől. A második szakasz az már a működő rész, egy előszakasz, aztán egy bronzkefe, és végül található egy nagyobb átmérőjű, nagy felületű tisztító rész. Kétféle módon alkalmazhatjuk ezeket a csőkígyókat, alapvetően szárazon. Én golyós fegyverekhez ezt ajánlom, tehát semmilyen olajat nem használok, mert ugye az olaj mindig vissza fog maradni a fegyver csövének belső felületén, tehát a húzagoknál, és az adott esetben találatmódosulást okozhat. A másik megoldás az olajozás, azt inkább a sörétes fegyvereknél szoktam javasolni, illetve ott szoktam én magam használni. Ez esetben az utolsó szakasznál némi olajat viszünk fel a felületre, ezzel gyakorlatilag konzerválhatjuk a sörétes fegyver belső felületét. Hogyan működik ez valójában? Itt az én golyós fegyverem, ez egy Sako M85 Bavariem. Egyébként nagyon-nagyon hajlamos a rozsdásodásra, főleg lövés után a belső felületen. Tehát ez egy meglepő egy ilyen minőségű fegyvernél, de hogyha jól karbantatjuk, akkor ez is nagyon-nagyon sokáig tud működni és tud minket szolgálni. Az első lépés minden esetben, és ezt nem lehet elégszer elmondani, a töltetlenség ellenőrzése. Ezt nem hagyhatjuk ki, ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Az első lépés, kivesszük a tárat, zárdugattyút hátrahúzzuk, megnézzük, hogy töltényében nincs lőszer, kivesszük a zárdugattyút, és a csőkígyónak a bevezető szakaszát, ahogy mondtam, a töltényőr felől behelyezzük. Átvezetjük a fegyvercsövön. És itt érezzük, hogy elég erősen kell húzni. És már ki is jött. Ha most belenézünk a fegyver csövébe, látjuk azt, hogy szinte semmilyen égéstermék nem maradt vissza a fegyver csőben. Ha mégis látunk égésterméket, ezt néhányszor még elvégezhetjük. Ezzel a módszerrel elmondható, hogy a fegyver csövünk élettartamát, most itt nem rozsdamentes fegyverekről beszélünk, hanem olyan fegyver csövekről, amelyek rozsdásodhatnak, illetve gyorsabban rozsdásodnak. Ezzel a módszerrel a fegyverünk élettartamát kb. 70%-kal tudjuk megnövelni, még úgy is, hogyha nem olajozzuk a csőkígyót.
Ahogy mondtam, ez nem pótolja az intenzív ápolást, mondjuk évente egyszer vagy kétszer, de mondjuk megoldás lehet egy cserkelős vadásznap után. Ugyanezt sörétes fegyverrel elvégezve, ez egy IZS-58-as, természetesen az első az, hogy töltetlenséget ellenőrzünk. Ugyanúgy töltényőr felől átvezetjük. Áthúzzuk. És most megmutatnám akkor, hogy ha olajat használunk, azt hogyan tesszük. Ide a végére, csőkígyó végére egy nagyon pici olajat viszünk fel, és ugyanúgy átvezetjük. Ezzel tulajdonképpen hosszú időre akár konzerválhatjuk is a fegyvert, de a sörétes fegyvereknél nincsen jelentősége annak, hogy kisebb mennyiségű olaj marad a csőben. És ennyi. Ez igazából csak néhány perc volt, viszont a fegyverünk élettartamán rendkívül sokat segít, ahogy mondtam. Én ilyenkor még azt szoktam elkövetni, hogy értelemszerűen a kezem nedvességéből, nedvességtartalma miatt, illetve savassága miatt egy néhány új lenyomatot hagytam a fegyveren. Ezeket azért el szoktam tüntetni, pici olajjal áttörlöm a fegyvert, és így gyakorlatilag már visszakerülhet a dobozába, a tokjába, vagy a fegyverszekrénybe. Ugyanezt elkövetve a golyós fegyverem egy nagyon pici olaj elegendő, csak hogy az új lenyomatokat letöröljük. Tulajdonképpen el is végeztük ezt a takarítást, igazán nem volt hosszú idő. Ha érdekes volt a videó és hasznos volt, kérlek küldjétek tovább barátaitoknak is, és várom a kommenteket, várom azokat a kérdéseket, amikre egy újabb videós üzenetben kereshetem a választ. Sziasztok!